Műsorunkban láthatják. Megújult a Kókai Sportcsarnok. Közel 154 milliós támogatásból elkészült a Berki Krisztián Sportcsarnok energetikai beruházása. Vince napi vesszővágás és borverseny. Bényén a hagyomány szerint 22. alkalommal szedték meg a vesszőket és bírálták el az elmúlt év termését. Megszépült az iskola Tápióbicskén. Teljes külső felújításon esett át a Földvári Károly Általános Iskola 128 milliós támogatásból. Hagyományőrzés Tápiószecsön. Stúdiónk vendége volt Walter János és Bacskai Balázs, téma a közelgő gála volt. Beruházás átadó Sűsápon. Közel 500 millió forintos támogatásból több beruházás valósult meg a településen. Magyar Kultúra napja. Ebben az évben Kókára és Tápióbicskére látogattunk el. Az összeállítások műsorunk végén láthatók. Köszöntöm Önöket, Verocki József vagyok. Az elmúlt adást úgy kezdtem, hogy nem lesz túl színes. Nos, a mai magazin jóval változatosabb lesz. Elsőként Kóka következik, ahol átadásra került a Berki Krisztián Sportcsarnok energetikai korszerűsítése. Az átadón Cerván György országgyűlési képviselő és Berki Krisztián olimpiai bajnok is jelen volt. . 2017. februárjában született döntés alapján közel 154 millió forintos támogatás keretében Kóka község önkormányzata a helyi sportcsarnok energetikai felújítását valósította meg. A január 13-ai átadón jelen volt Cerván György államtitkár, országgyűlési képviselő és Berki Krisztián tornász olimpikonunk is. Hogy érzed magad itt ebben az épületben, ami végül is a nevedet viseli? Igen, hát ugye ez egy hihetetlen megtiszteltetés szerintem az én számomra mindenképp, és egy sportoló életében ezek a dolgok, ezek pontosan azt mutatják, hogy mi az, amit a múltban elértünk, és hogy a jövő mit hozhat még. Úgyhogy én nekem hihetetlen élmény volt az a kezdeményezés is, amikor kiderült, hogy az olimpiai bajnokokról vagy olimpikonokról tornatermeket, létesítményeket neveznek el, és hát élő személyekről van szó, ami nagyon-nagyon fontos, úgyhogy még tényleg életemben léphetek be a Berki Krisztián Sportcsarnokba, ezt azért szerintem kevesen tudják elmondani magukról, de ez egy óriási dolog számomra. Milyen sűrűn tudsz te Kókára látogatni, és mennyire vagy te itt sűrűn látott vendég? Sajnos nem annyiszor tudok jönni, amennyiszer szeretnék. Nyilván, amikor jövök, akkor is leginkább ugye a szüleimhez, illetve van néhány barátom azért itt lent, akiket meg szoktam látogatni. Nincs nagy távolság Budapest és Kóka között, de szerencsére eléggé elfoglalt vagyok ahhoz, hogy minden nap, minden héten itt lehessek. Sokat éltem itt azért 2004-ben, amikor kiköltöztünk, én 3 évig itt éltem, akkor azért elég sok mindenkivel megismerkedtem, és van nagyon sok jó barátom itt, illetve a szüleim még mindig a mai napig itt élnek, úgyhogy mindenképp, amikor jövök, akkor nagyon jól érzem itt magam. Pont a templommal szemben lakunk, úgyhogy igazából a templom harangszava is egy múltbeli dolog, hiszen én, amikor itt éltem, akkor mindig erre ébredtem, mindig hallgattam, és amikor itt vagyok, azért mindig megdobban a szívem, hogy mik azok az élmények, amik ide kötnek, és hát egy óriási szurkolótábor van itt Kókán, ott voltak a reptéri megérkezésemen is London után, úgyhogy tényleg nagyon sok mindenkinek hálás vagyok, főleg azoknak, akik itt élnek. Életed nagy eseménye volt London, és ugye ott arannyal sikerült hazatérni. Készülsz Tokióra, mekkora ez a felkészülés, már teljes gőzzel benne kell ebbe lenni? Tavaly elkezdtem a teljes gőzzel való felkészülést, viszont jött egy újabb válműtét, amit tavaly szeptemberben elvégeztek rajtam, és lényegében jól vagyok. A teljes értékű edzéseket márciusban tudom elkezdeni, és talán a szerencsétlen helyzetben a szerencse az, hogy igazából 2018 novemberében kezdődik a versenyszezonom, ami már kvalifikációt jelent, és erre kell koncentrálnom. Most van időm a rehabilitációra, lesz időm a felkészülésre, és úgyhogy mindenképp azon vagyok, hogy a tokiói kvótát megszerezzem, és ha már ott vagyok, akkor igazából már bármi megtörténhet. Milyen esélye van egy mai magyar fiatalnak, érspoltolónak kis településről indulni? Vagy ehhez azért Budapest, vagy nagyobb városok kellenek?
Sajnos tényleg a régiók azok nagyon-nagyon döntőképesek, és az, hogy valaki Budapest vonzás körzetébe tartozik, azért az sokkal jobb helyzetben van. Nyilván nincs azért annyira messze Kóka Budapesttől, és lényegében az Ute tornacsarnoka innen szerintem egy 40 perc alatt megközelíthető, hiszen ahogy beérünk a városba, a nulláson megkerülve az egész várost már oda lehet érni elég hamar, de nyilván azért sok szülő dolgozik, nem ér rá a gyereket fölvinni Pestre, és itt a környéken pedig egyelőre még nincsenek olyan tornaszakosztályok, tornaklubok, amik mérvadóak lennének és méltóak lennének a képzésekre. Remélem, hogy ez majd a jövőben változni fog, és elindul egy olyan régiófejlesztés is, ami nem csak a régmúlt tornaklubjait építi újjá, és a budapesti tornaklubokat, hanem ténylegesen a kis településekre is. Ha valamennyire is legalább annyira leszabaduljunk ide, hogy lássuk a tehetséges gyerekeket, és remélhetőleg később már egy bentlakásos rendszerrel ezeket a jövő bajnokait, ha fogalmazhatok így, már meg tudjuk ragadni, és jobb feltételeket tudunk nekik biztosítani. Cerván György 4 éve képviselője a településnek. Ismeri a további terveket, amit többek között az épület belső felújítása. Kóka az valóban csak 4 éve tartozik a választókörzetemhez, de ugye a Nagykátai járás része is, azért a Nagykátai járás adta ki a választókerület nagy részét, tehát a kókaiak problémáit ismerem régóta, a település vezetését is már nagyon régóta ismerem, tehát azért együtt élünk, együtt mozgunk, és tudom, hogy milyen fejlesztési elképzeléseik vannak még, amiket a polgármester asszony elmondott, azok már fejben nekem megvan a válasz, hogy körülbelül milyen forrásokból lehet mondjuk az öltözőt felújítani, és így tovább a parkettát majd felújítani. De minden településnek megvan a saját maga problémája, és hál' Istennek megtisztelnek azzal, hogy keresik a segítségemet, meg a véleményemet, a tapasztalatomat igénybe veszik, hogy akkor honnan lehetne egy kis segítséget szerezni, mert hát pénz nélkül ezek a dolgok azért nem mennek. Minden pénzzel nem lehet megoldani, persze, támogatással, és nincs mindenre támogatás, de azért a mozgásteret ezek segítik. Itt visszatérve Kókára, itt a legnagyobb elképzelés és megvalósításra váló feladat egy új óvodának a megépítése, aminek én szívesen teszek eleget, legalábbis próbálok majd segíteni, ez már a következő ciklus feladata lesz, amennyiben ez az én feladatom lesz majd, de hál' Istennek a különböző mutatószámok kedvezően alakulnak, tehát több gyerek születik, több a házasságkötések száma Magyarországon, kevesebb a válások száma, tehát azért elindult egy pozitív folyamat, de még mindig minden évben egy olyan 30 ezer fővel csökken Magyarország népessége, és ezt mindenképpen pozitív irányba kell fordítani, mert néhány száz év múlva nagyon nagy baj lesz, hogyha ez a tendencia folytatódik. Én bízom benne, hogy a kormány családpolitikája segít abban, hogy a pozitív folyamatok tovább erősödjönek majd. Tápióvidéken nagyon-nagyon sok olyan beruházás, átadás van az utóbbi hetekben, hónapokban, ami gyakorlatilag a választás előtt mintegy kiéleződik. Ez így lett tervezve, vagy minden így jött össze, és így lehetett ezt szépen megoldani? Igen, kaptam már én is olyan kritikát, hogy persze most vannak a beruházás átadások, mert most van a választás, amivel egyébként semmi probléma, az mindig jön 4 évente. Az, hogy a különböző fejlesztések hogyan vannak ütemezve, az nagyon sok mindentől függ. Egyrészt ugye vannak az uniós jellegű fejlesztések, az uniós támogatások, ami egyébként Pest megyét sajnos nem igazából érinti eddig, ugye ez egy külön történet. Ezek most arra váltak realitássá, hiszen az uniós szabályok nagyon bonyolultak, nagyon szigorú előírások vannak, közbeszerzéstől kezdve a befejezésig mindenbe, és ennek van egy kifutási ideje, és ez most arra, nyilván jogcímenként eltérő időpontban, de a nagy részénél ezeket az energetika korszerűsítési pályázatokat tekintve éppen most összpontosul, úgyhogy nagyon-nagyon sok ilyen beruházás átadáson fogok részt venni, tehát így gyakorlatilag szinte minden települést érint valamilyen formában egy 100-150-200 milliós energetikai korszerűsítés. A másik része a dolognak, ami Pest megyét jobban érinti, ez a hazai költségvetésből, nemzeti költségvetésből finanszírozott támogatások, fejlesztéseknek a része. Itt meg ugye 10 és 14 között tulajdonképpen az volt a dolgunk, más dolgunk se volt, hogy helyreállítsuk a gazdaságot, hiszen tényleg a szakadék szélén volt az ország, államadósság 80% fölött, munkanélküliség 12% fölött,
foglalkoztatás mondjuk 1 millióval alacsonyabb volt, mint a velünk azonos lélekszámú Csehországban. A költségvetési hiány volt, amikor a 9%-ot is meghaladta. Tehát volt egy csomó olyan dolog, amit egyszerűen helyre kellett vonni, be kellett indítani a gazdaságot. Most már növekedési pályán vagyunk, 4% körül van a növekedés, a többi mutatót is tudtuk javítani, most ezeket nem sorolom föl, de ez adja meg a mozgásteret ahhoz, hogy a hazai költségvetésből fejlesztéseket lehessen generálni, és ez megtörtént, és most arra értünk oda, ahol vagyunk, és itt a Pest megyei fejlesztések nagy része az most már hazai költségvetésből támogatható. A 25 évvel ezelőtt épült sport és kulturális centrum eddig is impozáns látvány volt, de a korszerűsítése már nagyon időszerűnek mutatkozott. Az elvégzett munkákról Juhász Ildikó polgármester beszélt. 154 millió pályázati támogatást nyertünk, aminek nagyon-nagyon örültünk, mert az összes külső felújítást meg tudtuk csinálni, szigetelés 15 centis hungarocell szigetelés került rá, csarnok színezése és a művelődési színház színezése körbe, a tető szigetelése, napelem került rá, és ami nem utolsó, egy ilyen hatalmas épületnél, hogy az összes nyílászáró kicserélésre került, 3 rétegű hőszigetelt üvegműanyag nyílászárók, ami nagyon-nagyon kiválóan zár, és reméljük, hogy 20 év múlva is még ugyanilyen jól fog működni. 4 éve országgyűlési képviselőjük Cerván György. Hogy sikerül vele együtt működni? Miben tud segítségükre lenni? Mindenben. Én nagyon tisztelem és becsülöm Cerván urat, mert mindig meghallgat bennünket, és amiért külön tisztelem, hogy ha valamiben nem tud segíteni, akkor azt meg is mondja, nem kertel. Amiben tud segít, odafigyel ránk, eljön a rendezvényeinkre, és ami nagyon nagy dolog, hogy így volt ez már akkor is, amikor nem ő volt az országgyűlési képviselőnk, akkor is megtisztelt jelenlétével bennünket, és ez nagyon nagy öröm volt számunkra, nagyon jól lehet vele együtt dolgozni. A boros gazdáknak az év első nagyobb eseménye a vince napi vesszővágás és az azt követő borverseny. A 22. Bényei vince napra idén Pogáncsás Tibor a település jelenlegi képviselője, és Cerván György korábbi képviselő is meghívást kapott. A termőfölddel szoros kapcsolatban élő ember számára mindig meghatározó volt a természet iránymutatása. Ilyen tudás kötődik a vince naphoz is, amely ma újra élő hagyomány nem csak a borászok, hanem a borkedvelők számára is. A hagyománytisztelő borosgazdák Szent Vincét a borvédőszentjének, neve napját pedig hagyományos termésjósló ünnepnapnak tartják. Január 20-án Bényén a Szőlőhegyen 22. alkalommal szedték meg a vesszőket, hogy azt ünnepélyesen a településen felállított vinceszobor lábánál átadják a település vezetőjének. Kis Attila borász, a Monor és környéke hegyközség elnöke a Szőlőhegyen a borászok védőszentjéről beszélt. És a vince napja a borászok, szőlőtermesztők életében egy különleges évforduló, különleges nap, hiszen a szőlőtermelők borászok védőszentjének tartják vincét Európa számos országában, így Magyarországon is. A január 22-én fényes idő van, jó idő van, és melegszik az idő, nagy Isten meg is olvad, és megcsordul a jég, a víz, átválik a lovak patája, vizet fakaszt ki a földből, akkor jó termésre számíthatunk. Az idei ez egy kicsit érdekesen indul, mert olyan nagyon sok fagy még eddig nem volt. Tehát azt mondhatjuk, hogy ha ragaszkodunk ehhez, és ezt a következtetést vonjuk le, hiszen fénylik a vince, akkor meg fog telni a pince. Úgy gondolom, hogy a szőlőtermelőknek és a borászoknak ez kimondotta a jó hír lehet. De a régi időkben azért a december végén, január környékén, amikor megjöttek a fagyok után, már reménykedhettünk a jó időbe. Az elmúlt időszakban azért egy picit változik az időjárás. Pogáncsás Tibor a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára a megszedett vesszőkkel visszatért borászok előtt elmondta. A szőlő és bortermelés fontos a magyar embereknek, és a magyar gazdaságnak is fontos ágazatát adja. 22. alkalommal történt meg itt Bényén ez a vesszővágás. 22. alkalommal, ha jól értem, 22. alkalommal történik meg az, hogy a szőlő állapotát elemezve, a szőlő állapotát megvizsgálva
megpróbálják jósolni, megpróbálják prognosztizálni azt, hogy milyen termés és mi várható az elkövetkezendő időszakban. Maga a szőlő, a bor, a magyar néppel, a tudattal, a magyar emberekkel nagyon régóta összeforr, és a magyar gazdaságnak egy nagyon fontos ágazatát adja. Egyfelől a termelés mennyisége miatt is, másfelől azért én azt gondolom, hogy minden magyar ember büszke azokra a magyar borokra, amelyek a világhírig is képesek eljutni, és az is egy nagyon jó dolog, hogy a 90-es évek után a kisebb, nagyobb gazdaságok, a hobbi gazdaságok egyre nagyobb hozzáértéssel, odaadással foglalkoznak a szőlővel, illetve a borral, és egyre többen képesek arra, hogy olyan minőségű bort hozzanak létre, amit tényleg élvezet fogyasztani, és amit szeretnek az emberek. És hát ugye a mai nap azon túlmenően, hogy ez a veszővágás megtörténik, azon túlmenően egy borversenynek is a napja, ahol, ahogy már ezt hallottuk, közel 70 féle bormintából választhatja ki majd a szerencsés zsűri a legjobbakat. Én azt kívánom, hogy mindenki, aki foglalkozik a szőlővel, foglalkozik a borral, az találja meg a számítását, találja meg az örömét ebben a foglalkozásban, ebben a munkában, kinek mi jut, akinek pedig az asztalára jut és fogyasztja, az fogyassza egészséggel. Én jó szórakozást kívánok a nap hátralévő részében mindenkinek. Ceglédi György hegybíró az idei vesszőket megvizsgálta és értékelte. Mielőtt a megszedett vesszőket átadta Kovács Erika polgármesternek, felhívta a figyelmet az évek óta tartó szárazságra, amivel a gazdáknak a jövőben számolniuk kell. Mert mitől is lenne rossz az esztendő, hiszen eddig se hideg, se van körülmény, különösebb körülmény nem volt, ami károsan befolyásolta volna a fejlődésüket. Gyönyörű szép esztendőnk volt, illetve gyönyörű szép őszünk volt, volt az a, hál' Istennek volt szeptemberben az a kis csapadék, amit az elnök úr is említett. Tehát ezeknek a veszőknek minden bizonnyal megvan az a lehetőség, hogy minden egyes ügyük tökéletesen hajson. Jó lenne egy kis hideg, mert eddig nem volt, ugyanis ezek a kártevőknek a természetes károsítása, amihez kellene egy 6-8 fok, egy kicsit tartósabban, reméljük elkövetkezik, nagy szükség lenne rá, hogy a következő esztendőben a növényvédelem egy kicsit könnyebben menjen, meg kedvező legyen. A másik dolog, ami a fölhívja a hegyközség figyelmét, erre a szárazságra. Ez a kis eső volt, de tavaly se volt annyi csapadék, ami kellett volna, és inkább egyre afelé tendálunk, hogy kevés. Én minden évben elmondom ezt most, egy pár esztendeje, kevesebb lesz a csapadék, és itt hívnám újólag fel a hegyközség figyelmét, hogy valamit a hegyközség vezetése figyelme oda is találjon ki valamit ennek a csapadék hiánynak a megoldására. Ez nem csak az én ötletem, ez már látszik ott is, hogy nemrég a múlt héten kijött a új telepítés szőlő telepítések támogatása, és emellett a kormányok gondolt arra is, hogy támogatja a szőlő öntözésének a berendezési kialakítását is. Tehát ez egy, az elkövetkező, szerintem ez lesz a legégető probléma. És akkor most átadnám a hajtatásra a polgármester szöveget, hogy próbálják meg. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, és a hagyományoknak megfelelően az átadott lemetszett szőlőveszőket a vincenapi hagyományoknak alapján meleg helyen tárolva remélhetőleg ki fog rügyezni, és a rügyek alapján megjósolható lesz, illetőleg megjósolhatjuk az idei termést, és reméljük, hogy minél több rügy fog rajta fakadni, hogy a szőlőgazdák megelégedetten tudják zárni ezt az évet, illetőleg bő termésük legyen. Köszönöm szépen még egyszer. A borversenyre megérkezett Szerván György is. Az agrárgazdaságért felelős államtitkár kiemelte, hogy mindössze 20 liter az egyfőre eső borfogyasztás Magyarországon, és ez nem éri el a nagy bortermelő országok átlagát sem. Vince napján sok bort kell inni, mert akkor lesz jó a bortermés mennyisége, úgyhogy lendíthetünk ezen, és egyébként is Magyarországon mindössze 20 liter az egyfőre jutó fogyasztás, és ez nagyon gyenge. Tehát 2 millió hektoliter tudunk elfogyasztani
fejleszteni, hogyha mindenki, csecsemők, mindenki ezt az átlagot hozza. Ez a, mondjuk a franciáknak a fele, ez egy fontos ágazat, nem olyan nagy ágazat, de 40 ezer embernek azért munkát ad ez a terület, és azért a magyar ember, ahogy szokták mondani, bort iszik, még ha egyelőre úgy tűnik, hogy kevesebbet is, mint kéne. Úgyhogy én azt kívánom, hogy a mai napon érezze jól magát itt Bényén mindenki, pusztítsuk a bort, érezze jól magát, tartalmas együttlétet kívánok mindenkinek. A bényei borversenyre idén is szép számú benevezett bor érkezett. A bormustra előtt a Bényekáva általános iskola tanulói rövid műsorral mutatkoztak be. Érik a szőlő, hajlik a vessző, bodor a levele, két szegény legény szántani menne, de nincsen kenyere. Van vörös hagyma a tarisznyába, keserű magába, szolga legénynek, sej a szegénynek, de kevés vacsora. Jóbicskén közel 129 millió forintból kívülről teljesen megújult a Földvári Károly általános iskola. Az avató ünnepség a Magyar Kultúra napján az iskola udvarán kezdődött, majd a tornacsarnok adott helyet az ünnepi műsornak. Felhívom figyelmüket, hogy magazinunk második részében a Magyar Kultúra napi műsorból válogatást láthatnak. Január 22-én átadták Tápióbicskén a Földvári Károly általános iskola külső energetikai korszerűsítését. Az átadó ünnepségen jelen volt Szerván György államtitkár és Fodor Gábor a Ceglédi Tankerületi Központ igazgatója is. Kanyó Sándor polgármester beszédében kiemelte, hogy az utóbbi időben több beruházás is elkészült, de a településen leginkább az iskola energetikai korszerűsítésének örültek. Településünkön számos beruházás befejeződött, illetve folyamatban van, pályázati lehetőségekkel. Mégis talán az iskolának örültek a legtöbben, ami érthető is, hiszen ez az intézmény igen fontos szerepet tölt be egy közösség életében. Én személyesen is nagyon örülök, hogy részese lehettem ennek a megújulásnak, főleg ha arra gondolok, hogy ennek a több mint 115 éves iskolának, és ez főleg erre az U-alakú épületrészre vonatkozik, az ablakait nagyapám is, apám is, én is, sőt még a fiam is nyitogatta, bár ő már kevésbé, mert egy része már be volt szögelve. Ez a tény igazolja, hogy a 24. órában érkezett a segítség. Elmondom, hogy az összefogás legszebb példája volt ennek az intézménynek a felújítása, hiszen a pályázati összegen felül a tankerület jóvoltából közel 10 millió forintból kijavításra került a tetőszerkezet, és felújításra kerültek a parkettás tantermek burkolatai. Az önkormányzat 15 millió forintot áldozott az iskola ebédlőjének korszerűsítésére. Szülők és segítők tantermeket festettek, radiátorokat mázoltak, egy nyugdíjas pedagógusunk zászlótartókat szereltetett a homlokzatra,
és baráti kapcsolatok révén még Hollandiából is érkeztek fiatalok, akik az iskolaudvar sportolási célú megoldásában segítkeztek. Az iskola tornatermében Fodor Gábor tankerületi igazgató az intézményekkel fennálló jó együttműködésről beszélt. Erre a szép külsőre a kormány 128 millió forintot áldozott. Erre a szép külsőre az önkormányzat felelősségteljesen gondolt, és akkor itt rögtön két szót hadd mondjak ide, az együttműködés és a közös munka. Mert hogy bár a fenntartási feladatok elkerültek az önkormányzatoktól, mindenütt, ahol ezek az átadások az elmúlt napokban voltak és folytatódni fognak a későbbiekben, és hogy államtitkár úr mondta, mindig a közös együttműködés lesz a jellemző, hiszen a tankerülethez került fenntartás ellenére az önkormányzatok pályáztak és az épületeikre költötték ezt a nem kevés pénzt. Azt gondolom, hogy nagyon fontos büszke lenni arra, hogy ebben az iskolában tanultok gyerekek. Büszkének lenni arra a szép környezetre, ahol dolgozhattok, és innen fogjátok az életeteket elindítani. Ez egy olyan hely, ahol olyan élmények érhetnek benneteket, amely meghatározza a későbbi döntéseiteket, sorsotokat, a jövőtöket, a párválasztást, a munkahelyválasztást. Azt hiszem, hogy ha ezeket a gondolatokat magatokba szívjátok, akkor büszkék lesztek erre a napra, és erre az iskolára. Cerván György, a térség országgyűlési képviselője az utóbbi időben történt fontosabb beruházásokról szólt. És jobbra nézünk, balra nézünk, minden irányba lehet látni, hogy új épületek, új beruházások vannak a településen, de hála jó Istennek nem csak itt Tápjóbicskén, hanem a környéken is ilyen energetikai korszerűsítési pályázatot csak az utóbbi néhány napon belül Nagykátán, Kókán is volt alkalmam átadni, illetve bejelenteni, hamarosan megyek Tápjóságra is hasonló beruházást köszönteni, illetve Sűsápra is, ránézek a polgármesterekre, igen, hamarosan ott is ilyen jellegű ünnepségek lesznek majd. Én nagyon büszke vagyok arra, azokra a közös sikerekre, amit itt együtt értünk el a Tápjó mentén, illetve egész konkrétan most Tápjóbicskén. A település életében nagyon fontos volt, hogy a kormány olyan döntést hozott, hogy az önkormányzatok adósságállományát, hitelállományát átvállalja. Ez 1400 milliárd forint volt országosan, tehát mindenki tiszta lappal indulhatott néhány évvel ezelőtt. Tápjóbicskén jól gazdálkodtak, nem vettek föl hitelt, tehát nem volt mit átvállalni a kormánynak, ezért ők vissza nem térítendő kompenzációs támogatást kaptak, 223 millió forint összegben, nem kis összegről van szó. Ebből készült el a polgármesteri hivatal, a művelődési ház és a könyvtár felújítása, amit majd hamarosan szintén valamilyen ünnepség keretében át fogunk adni. Belterületi utak, Ady Endre úton járda, földutak aszfaltozása, ravatalozó felújítása, temetőben sétány kialakítása, tehát csupa-csupa fontos dolog. Ennek az értéke nagyságrendileg megközelíti a 900 millió forintot, amit csak Tápjóbicske kapott. Ebben az időszakban 2014 óta halkan kérdezem, mikor kapott ekkora összegű támogatást Tápjóbicske, vissza nem térítendő támogatást, azt hiszem, hogy soha. Műsorunk második részében többek között hagyományt őrzünk. Stúdiónk vendége volt az Offerla Sándor Alapítvány két képviselője. Megismerhetik, hogy milyen beruházásokat adtak át Sűsápon, és összefoglalót nézhetnek meg a Magyar Kultúra napi műsorokból. Idén Kókán és Tápjóbicskén jártunk. Maradjanak velünk!